Folytatjuk a Szabadkai Városi Képviselőtestület mai ülésével, a közügyek vendége pedig Maglai Jenő, a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Városi Szervezetének elnöke, frakcióvezetője VKT-ben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek is, a tisztelt nézőknek is. Megnéztük már a nézőkkel a híradó anyagát, tehát egy érdekes ellentmondás volt benne, mert hogy a koalíciós partnereik részéről önök megszavazták Bogdán Labán kinevezését a Palicsi Állatkert részére, a Vajdasági Magyar Szövetség megszólaltatott képviselője pedig azt mondta, hogy tartózkodtak, ahogyan ön be is jelentette a szószéken. Akkor most tartózkodtak, vagy szavaztak? Valójában szavaztunk, egy éles szembemenés volt, talán az egyik legélesebb szembemenés a múltkörüléshez képest a koalíción belül. A Vajdasági Magyar Szövetség tanácsnoki csoportja nem támogatta Bogdán Labán kinevezését a Palicsi Állatkert igazgatói tisztségére. El is mondtuk az érveinket, hogy miért nem támogatjuk, és attól függetlenül, amíg nem támogattuk, a többség, a koalíció belüli többség támogatta, és így meg lett szavazva. Mindenki a saját döntésért, vagy a saját szavazatáért felelni fog a polgárok előtt. Úgy gondoltuk, hogy az úriember az szakmailag nem eléggé képzett arra, hogy erre a tisztségre kerüljön, másosról pedig egyértelmű az, hogy a Demokrata Párt és a Szerdemokrata Párt közötti kereskedésnek a része volt ez az igazgatói fotelbe való kinevezés, és úgy gondoljuk, hogy ennek a folyamatnak most már véget kellene vetni. Sajnos a koalíción belül a más politikai pártokban nem volt elegendő erő arra, hogy szembenézzenek ezekkel a tényekkel. Megint a VMS volt az egyedüli, aki igazából rámutatott, hogy ezeket a folyamatokat meg kellene állítani, és nem jó folyamat az, hogy egy politikai tisztségviselő az egyik igazgatói székből a másik igazgatói székbe ül át, és ezáltal várjában biztosítsa a saját egzisztenciát, illetve pártjának az átjárhatóságát, mert nem ezt várják el tőlünk a polgárok. A Pannon RTV-nek azt nyilatkozták a Demokrata Pártból, pontosabban Nenad Ivanisevics, amit a holnapi egyórás összefoglalóban majd láthatnak is a nézők, hogy nem éppen jó döntés volt ez a Vajdasági Magyar Szövetség részéről, mert hogy a közvállalatok igazgatóinak kinevezése kapcsán, vagy az igazgatóbizottságok összetétele kapcsán ez visszaüthet, amennyiben koalíción belül nem tudnak megegyezni az egyes kinevezésekről. Én úgy gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mérlegelte, és úgy gondolom, hogy helyes döntés volt. Tehát, hogyha továbbra is az igazgatókat a közvállalatokba, illetve fontos közintézményekbe úgy fogjuk kinevezni, hogy elsősorban a párthovatartozás, illetve az egzisztenciális háttér biztosítása az első számú szempont, és nem pedig a szakmai képzettség, a munkához való hozzáállás, illetve a szakmai tudás, akkor úgy gondolom, hogy ez a város tovább fog csak süllyedni ebből a helyzetben, ami most van. Ezt a folyamatot kellene megállítani, és nem egyezzék Ivanisevics úrnak a kijelentésével. Nem hiszem, hogy a politikai kereskedéseknek hát azt mondom, hogy a károsultja kellene, hogy legyen a város vagy bármelyik közvállalat. Mindegyik pártnak megvan az a felelősség, és meg kell legyen az a felelőssége, hogy szakmailag jól képzett és rátermett embereket nevezzen ki, vagy jelöljön bizonyos közvállalatok vagy közintézmények élére. Nem hiszem, hogy a pártiségviselőknek a kinevezése vagy jelölése ezekre funkciókra, amelyeknek nincsenek szakmai tudásuk vagy szakmai tapasztalatuk, fogja előre vinni ezt a közösséget, és ez mindenjünknek a felelőssége. Mi úgy gondoltuk, hogy nem kell belemenni ebbe a politikai kereskedésbe, és úgy gondoltuk, hogy ki kell állni az mellett, hogy azokat a dolgokat, amelyeket a polgároknak ígértünk, hogy a pártoktól megpróbáljuk minél jobban függetlenítani, vagy a pártiségviselőktől függetlenítani a közvállalatok és közintézmények irányítását, az első számú célpont vagy feladat kell, hogy legyen. Avval kell szembesülnünk, hogy sajnos ez nem így működik, és mi a saját véleményünket kinyilvánítottuk. Úgy gondolom, hogy ez a véleménye a polgárok részéről megértésre fog, illetve támogatással fog járni, és a többi politikai párt pedig, akik úgy döntöttek, hogy ez nem így kell, hogy működjön, hát akkor majd viselik ennek a következményét. Nem tudom, mennyire kísérte figyelemmel, vagy mennyire volt ideje arra, hogy áttekintse a sajtót, hogyan számol be a VKT üléséről. Olyan mondatok is napvilágot láttak, tehát, hogy ennek kapcsán azt hozzák ki egyes újságírók, hogy hát így is megvolt a többség a hatalom részére, hogy meghozzák azt a kinevezést, amit elterveztek, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség ezt kinevezést nem kíván. Támogatni.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy igazi erőpróba volt. Uh-huh. Ez csak egy olyan, a Vajdasági Magyar Szövetség nem lobbizott a koalíción belül, hogy bebuktassuk ezt a döntést, mind csak a saját véleményünket mondtuk el, és a saját véleményünk mentén szavaztunk arra vonatkozóan, hogy nem támogassuk az igazgatójelöltnek a kinevezését. Az, hogy a háttérben mi történt, és hogy megpróbálták ezt a folyamatot valójában átfordítani, ez a koalíción belüli működésnek egy része, de nem hiszem, hogy ez fogja eldönteni azt, hogy a koalíción belül ki hogy áll, ki hol áll. Másrésztben elsősorban ez egy értékrendbeli kérdés volt. Ez nem a koalíció megbuktatására vonatkozóan volt egy cél, vagy a koalíción belüli további, hát azt mondom, hogy hasadásra volt a cél, hasadás elésre volt a cél, hanem az arról szólt az egész, hogy kiálltunk az már, hogy nem találjuk jó megoldásnak, szerencsés megoldásnak, és nem találjuk elfogadható megoldásnak az, hogy magasrangú pártiségviselőket neveznek ki igazgatói pozíciókba olyan intézmények élére, ahol nincsen megfelelő szakmai tudásuk, vagy képzettségük, vagy nem tudom, tapasztalatuk annak az irányítására. És a Palicsi Állatkertre az elmúlt időszakban, az elmúlt több éves időszakban mindig az vonatkozott, hogy általában párton kívüli emberek irányították ezt az intézményt, és nem pedig pártiségviselők. Más téma, ez a közintézményeknek a munkaterve, illetve pénzügyi terve. Nagyon sok ilyet megvitattak, meghallgattak. Ma mi mondható el ezekről, nem közvállalatokról, nem közintézményekről? Az anyagiak hiánya az jellemzi mindegyiket szinte. Hát mindenhol gondok vannak, tehát az intézményekre vonatkozóan mindenhol gondok vannak. Úgy gondolom, hogy át kellene tekinteni ezt is a végrehajtó hatalomnak arra vonatkozóan, az elkövetkező években mit kellene változtatni, mit kellene módosítani. Ez tény, hogy mindenhol kevés a pénz, viszont az is tény, hogy sok helyen olyan nagy számú munkavállaló van, amely kérdés, hogy ez a város elebír az elkövetkező időszakban a felépítményt illetően, illetve vannak olyan intézményeink, ahol sajnos el vannak hanyagolva elég komoly mértékben ezekben az intézmények, úgy a fejlesztési pénzeket illetően, mint magát a működési feltételei biztosítását illetően. Úgyhogy ezeket a kérdéseket kell az elkövetkező időszakban úgy gondolom, hogy komolyan áttekinteni. Van és erre hajlandóság a koalíciós partnerek részéről? Egyelőre erről a témáról nem beszéltünk, de úgy gondolom előbb-utóbb hajlandóság kell, hogy legyen, mert nem lehet bebuktatni ezeket az intézményeket. Is nem lehet ezt a magas, nagy felépítményt anyagilag pénzelni a városi költségvetésből. Én csak egy példát mondtam el, hogy valójában a beruházásokat illetően például a város egész területén az aszfaltozásra kevesebbet költünk el, mint például a Népszínháznak a pénzelésére. Tehát amíg a városnak nem lesz egy fejlesztési ereje, és a pénzeknek a nagy részét pedig a felépítmény irányába fogjuk átirányítani, addig nem is lehet egy áttörés a fejlesztések, vagy az előrépés, vagy azt mondom, hogy a haladásra vonatkozóan erre az önkormányzatra vonatkoztatóan, mert sajnos azokat a pénzeket, amelyeket itt az adók, illetve járulékok formájában megvalósít a város, az sajnos évről évre feléljük, és nincsen egy fejlesztési potenciál ennek a városnak. A következő utolsó téma egyben az a Szabadkai Rádió kérdése. Kencsója Máriával, a Városi Képviselőtestület elnökével már beszéltünk erről. Én önt politikailag kérdezném, hogy hogyan tovább? Hát majd meg fogjuk látni, elsősorban az attól fog függni, hogy a köztársasági parlament, a köztársasági képviselőház milyen döntést fog hozni. Tehát ez a törvényjavaslat, ez módosítva lesz, vagy nem lesz módosítva? Ha módosítva lesz, olyan irányba, hogy elfogadják azokat a javaslatokat, vagy azokat az irányelveket, amelyeket a Városi Képviselőtestület megfogalmazott, akkor úgy gondolom, hogy nem lesznek gondok. Ha viszont a törvény egyértelműen azt fogja kimondani, hogy privatizálni kell a médiaházakat, ahol az önkormányzatok az alapítók, akkor meg kell nézni, hogy van esetleg egy más mozgástere az önkormányzatnak, vagy esetleg a nemzeti tanácsoknak arra vonatkozóan, hogy a Szabadkai Rádiót megmentsük, és valamilyen szinten megtartsuk, hát azt mondom, hogy költségvetési, finanszírozási háttérrel, vagy valami formában úgy, hogy az anyagi háttere biztosítva legyen, hogy ez az intézmény ezt tovább élhessen. Ez elsősorban szerintem a köztársasági képviselőknek a feladata, illetve a köztársasági parlamenti képviselőknek a feladata lesz, hogy megpróbálják itten kieszközölni azt, hogy valójában ezeket a médiumokat, amelyek önkormányzati vagy tartományi alapításúak, azokat kivegyék ennek a törvénynek a hatály alól, és valahogy megpróbálják őket megmenteni a kényszerprivatizációtól. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget.